ünnepélyes keretek között adták át a Magyar Falu programból megvalósított projekteket. 2020-21-es beruházásokat várták össze, hiszen a tavalyi évben a Covid miatt ezek az átadási ünnepségek nem történhettek meg. A pályázat jóvoltából egy régóta üresen álló épületet újítottak fel, és alakították ki benne Kalaznó község helytörténeti múzeumát. Ekkor jött ez az ötlet, hogy a Fejlődő Kalaznóért Egyesületnek egy gyűjtött, nagyon komoly gyűjtött anyagát, ami itt belül helyezkedik el a falu történetéről, fejlődéséről, a régi életről, társadalmi, kulturális életéről szólt, az kapott itt helyet. Az ünnepélyes átadó után a falu lakói műsorral készültek. Volt népdaléneklés és tánc is. Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is részt vett az eseményen, aki kiemelte, nagyon fontos, hogy a vidéki települések ilyen tempóba tudnak fejlődni. Az elmúlt időszakban 90 millió forint értékben jöttek fejlesztési pénzek, és ezzel pedig láthatjuk azt, hogy egy helytörténeti gyűjteményt tudtak kialakítani, illetve azt a szobát felújítani és bővíteni a gyűjteményt. Ezen kívül pedig járdát építettek, és egy 1066 méter hosszú kerékpárutat alakítottak ki itt a településen. A nap során Tolna megyében nem csak Kalaznón adtak át fejlesztéseket. Szakadáton 79 millió forintos, míg Kakasdon 200 millió forintos beruházásokat adtak át.